kettő, a megelőzés. Többen kötnek biztosításokat, a szerződések legnagyobb részét viszont még mindig a kötelező biztosítások teszik ki. Kevesebben strandoltak idén. A fürdők szerint ez a csapadékos időjárásnak köszönhető. A Nyíregyházi Park és Élményfürdőt 26 ezerrel kevesebben látogatták. Visszaesés a bérfőzdékben. A jég és a fagykár miatt kevesebb gyümölcs termett, de leginkább arról van szó, hogy az illegális pálinkafőzés elterjedése miatt sokan megkerülik a hivatalos utat. Többen kötnek biztosításokat, a szerződések legnagyobb részét viszont még mindig a kötelező biztosítások teszik ki. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Gépjárműre, ingatlanra, ingóságokra kötnek leginkább. Itthon a lakóingatlanok 73%-a biztosított. Az életbiztosítások díját sokalják, és a lakosság csupán 18%-a gondol nyugdíjas éveire. Járművekre kötelező a biztosítás, abból fogy a legtöbb. 4,5 millióan kötnek kötelező felelősségbiztosítást gépjárművekre. 810-820 ezer embernek van kaszkója, leginkább azoknak, akik hitelre vették autójukat, és ahhoz kötelező volt kaszkót kötni, ám ha az lejár, sokan felmondják a kaszkót. Az elmúlt fél évben szinte duplájára nőtt a lakáseladások száma. A frissen vásárolt lakóingatlanokra kötelező a biztosítás, ezért is megkötik a tulajdonosok, sokszor kombinálva valamilyen értéktárgyra vonatkozó védelemmel. Egyébként itthon az ingatlanok mintegy 73%-a biztosított, ez uniós szinten is magas aránynak számít. Ugyanakkor az alkuszok adatbázisából az is látszik, hogy inkább a kötelező biztosításokat kötik az emberek. Ami a kötelező biztosítás, hát az autóra és a házra, ez nálunk kötelező. Ez a kettő, úgyhogy így ilyen, hogy életbiztosítás, ilyesmi, nem igényeljük mi, tehát nem nincs amiért. Az életbiztosítást egyes nyugat-európai országokban fontosabbnak tartják, mint az ingóságokét. Nálunk nincs akkora kultúrája annak, hogy biztosítsuk magunkat, mint ahogyan a megtakarítás célú, öngondoskodásra szánt biztosításoknak sincs itthon divatja. Túl drágának tartják azokat. Még nem gondolkodunk ebben. Egyaz, még fiatalok vagyunk, igaz, hogy hamar telik az idő, de a mai világban úgy gondolom, hogy nem, még nem, nincs rá lehetőség. Ezek a biztosítások nem olcsók, viszont széles kínálatból lehet választani. Vannak már olyan opciók, mint például az önkéntes nyugdíjpénztár vagy maga a nyugdíjbiztosítás, amit ugye adójóváírásként visszaigényelhet az ügyfél. Ebben célszerű gondolkodniuk, hiszen ha van megfelelő személyi jövedelemadó, akkor itt jelentős összeget tudnak még a nyereségen kívül is produkálni. Az ügyfelek még mindig a díjakban gondolkodnak egy biztosításnál, nem teszik hozzá, hogy milyen szolgáltatások vannak mögötte, és mennyit fizet a biztosító egy káreseménynél, mondják a szakemberek, akik azt sem értik, hogy itthon a kis és közepes vállalkozások miért odázzák el a biztosításokat, holott a KKV-knál fontos lenne a kockázatviselés megléte. Biztosítási díjakon próbálnak megspórolni. Viszont akárha hitelt vesznek fel magára az épületre, vagy magára a gépekre, amivel ugye elindul a vállalkozás, ezekhez kötelező a biztosításnak a megléte. Ezeket ugye kénytelenek megtenni, viszont ilyenkor mindig felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy célszerű megóvni, mondjuk a munkavállalóknak a biztonsága is nagyon fontos, és célszerű ugye azt is, hogy az ingatlanban, ha bármi történik, vagy a gépekben, amivel dolgoznak, akkor meglegyen a megfelelő biztosítási védelem, és ne saját pénztárcából kelljen ezeket pótolni. Hitelekhez köthető biztosításokat is egyre többen kötnek, amelyel egy tartós táppénz vagy az állás elvesztése esetén a bank felé biztosítja be magát az ügyfél. Csökkent a strandok látogatottsága idén nyáron. A fürdők szerint ez a kedvezőtlen időjárásnak és a csapadékos hétvégéknek köszönhető. Országszerte és a megyében is több helyen volt alacsonyabb a vendégforgalom. A Nyíregyházi Park és Élményfürdőt 26 ezerrel kevesebben látogatták. Üres a medence a nyíregyházi strandon, naponta átlagosan több mint 2300-an fürdőztek itt idén-nyáron. Szeptember 4-én azonban véget ért a szezon, a fürdőhelyek sok helyen országos és megyei szinten is alacsonyabb vendégforgalmat produkáltak ebben az évben a tavalyihoz képest. Ez leginkább az időjárásnak köszönhető, idén lényegesen kevesebb volt a forró nap, valamint legtöbbször hétvégén volt hűvösebb, csapadékosabb időjárás. A nyíregyházi park és élményfürdő számain is látszik a visszaesés. Tavaly összesen 238 ezer vendég látogatott ide, ez idén 26 ezerrel csökkent.
Június, július, augusztus hónapban 212 ezer vendéget fogadtunk itt az élményes parfürdőben. Jellemzően az élményes parfürdőt használják a külföldi és belföldi turisták. Arányében évek óta ez egy olyan 40-45% közötti arány tesz ki. Az idei arányokat még nem dolgoztuk fel, de várhatóan ugyanez az arány, hiszen környező apartmanokban szállodák foglaltság alapján erre következtethetünk. Tófürdő, ami még kifejezetten szezonos nyitvatartással rendelkező fürdőnk, jellemző módon 90-95%-ban nyíregyháziak szeretik látogatni. A tófürdő, a természetes fürdő egyértelműen mutatja a nyári időjárási hatásokat. 26 ezer fölötti vendégszámot produkáltunk, a tavalyi évben ez 38 ezer volt. A strandszezon idén május végén kezdődött és szeptember első hétvégéjén zárult, az 50 méteres medence azonban még szeptember végéig nyitottan, fedett medenceként pedig október közepétől minden nap üzemel majd. A megyében viszont volt olyan strand, mint például a Mátészalkai, ahol növekedett a látogatószám. Itt megháromszorozódott a vendégforgalom, ami az elmúlt időszak fejlesztésének is köszönhető. Összesítve augusztusi adataink már megvannak, tehát voltak olyan napok, mikor 1120-an voltak, a júliusi hónapban körülbelül 16 ezeren voltak, tehát Mátészalka lakossága azt jelenti, tehát az egy hónapban minden mátészalki lakos elméletileg egyszer eljuthatott a strandra. Ez egy összehasonlításnak azt hiszem, hogy jó adat. Én bízom benne, hogy a strandlátogatók nagyon nagy megelégedettségére történtek ezek a beruházások, fejlesztések és az évenkénti finomítások. Mátészalkán a kinti strandrész még szeptember 30-áig látogatható, a tervek szerint a közeljövőben pedig újabb medencével bővül a létesítmény. Az MSZP arra buzdítja az embereket, hogy ne menjenek szavazni, emlékeztetett az ellenzéki párt nyíregyházi tájékoztatóján Tukacs István. Az országgyűlési képviselő kiemelte, nincs jogi következménye a drága októberi népszavazásnak, ráadásul az Európai Unióban nincs hivatalosan kötelező betelepítési kvóta. A szocialisták megyei alelnöke Csabai Lászlóné hozzátette, miközben a Fidesz azt mondja, elutasítja a nem magyar állampolgárok kötelező betelepítését, lehetőséget teremt letelepedési kötvény megvásárlására. Azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. És igaz, hogy amikor jöttek a múlt évben 200-250 ezer ember segítségkéréssel Magyarországra, Ausztriába, Németországba, akkor közöttük volt egy-két bűnöző is. De hát tudjuk, hogy a letelepedési kötvényvásárlók között is van bűnöző, hiszen utólag kiderült ez a dolog. Fegyverét a nyíregyházi KGST piacon vásárolhatta az Oroson gyilkoló román orvos. Legalábbis ezt nyilatkozta a médiának a tettes, mondta a nyíregyházi tájékoztatóján a jobbikos Lengyel Máté. Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyes számú választókerületének jobbikos elnöke kiemelte, ugyan egy gyilkosnak nem feltétlenül lehet hinni, de szükséges a vizsgálódás és a piac biztonsági rendszerének fejlesztése. Térfigyelő kamerarendszert kell kiépíteni a környéken, illetve maga a KGST piac területén is, illetve ellenőrzött áruforgalmat kell biztosítani a vásárlók, a tisztességes kereskedők, illetve Nyíregyháza érdekében is. A tragikus eset után kiderült, hogy betörtek sajnálatos módon az üresen hagyott házba. Ez is azt bizonyítja, illetve ezután is továbbra is javasoljuk azt, hogy Nyíregyházán álljon fel az önkormányzati rendészet. Egyre kevesebben főzetnek pálinkát a korábbi évekhez képest. Egy friss felmérés szerint ennek csak az egyik oka, hogy a jég és a fagykár miatt kevesebb gyümölcs termett. De leginkább arról van szó, hogy az illegális pálinka főzés elterjedése miatt kevesebben választják a hivatalos utat. Szinte alig használja ki a rendelkezésre álló kapacitását ez az újfehértói szeszfőzde. Korábban a szeptemberi időszakban szinte mozdulni sem lehetett a cefrés hordóktól, most viszont csak néhány tartály áll az udvaron. A tulajdonosok szerint a visszaesés oka leginkább az otthoni és az ellenőrizetlen illegális bérfőzésekből ered. A szabályozatlan otthonfőzés hatására nagyon megcsökkent a főzés, már a tavalyi évben is érzékelhető volt, de az idén sajnos még inkább. Szinte még a tavalyi évnek is a fele körülbelül. Ez valószínű annak tudható be, hogy otthon sokan bejelentés
és mindenféle adó nélkül főzik továbbra is a pálinkát. Akár 800 forintért is lefűzik a gyümölcstermelő gazda cefréjét az illegális vállalkozások a Dél-Magyar című lap szerint. Az 50 fokos párlatra a főzés költsége mellett 835 forint lenne a jövedéki adó, és 132 forint a bérfőzés áfája. Bérfőzdében egyébként 86 liter 50 fokos pálinkát állíthatnak elő 1670 forintos adójeggyel. Ez azt jelenti, hogy a jövedéki vonzata 1670 forint literenként. Az e fölötti mennyiségnek egyébként 400 literig főzhetnek, pedig 3300 forint a jövedéki adó vonzata literenként. Magánfőzőként a magánfőzők egyébként 86 litert állíthatnak elő saját használatra. Ez azt jelenti, hogy ajándékban nem adhatják ezt a pálinka mennyiséget. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 73 SZESZ főzde üzemel, és 466 darab magánfőző berendezésről van információja a NAV-nak. 2016-ban eddig 142 esetben összesen 2807 darab párlat adójegyet adott ki a megyei igazgatóság. Uzsorást fogtak a rendőrök Tiszavasváriban. A megalapozott gyanú szerint egy 45 éves helyi férfi a lakó környezetében nehéz anyagi körülmények között élő embereknek adott kölcsön különböző pénzösszegeket. A rendőrök akkor ütöttek rajta, miközben adósaitól szedte be aktuális tartozásaikat. A rendőrség téjen őt gyanúsítotti kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vette és kezdeményezte előzetes letartóztatását. Egy motoros sérült meg abban a balesetben, amely szerdán késő délután történt a 41-es számú főúton Oros és Napkor között. A motorkerékpáros elé kifordult egy személygépkocsi, és a motoros már nem tudta elkerülni az ütközést. A sérültet a mentők kórházba szállították, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Egyelőre rosszul alakul az idei gomba szezon. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 2017-ben Nyíregyházán rendezik meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntőjét. Ezt Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke jelentette be a szervezet közgyűlésén a megyeházán. A hétvégén rajtol a bajnokság a férfi kézilabda NB1B-ben. A megyebeli csapatok közül a legutóbb bronzérmes nyíregyházi KC a törökszentmiklósi Székács csapatát, az újonc tiszavasvári pedig a Szigetszentmiklóst fogadja. A nyírbátor a törökszentmiklósi K együtteséhez látogat. Egyelőre rosszul alakul az idei gomba szezon, tájékoztatta televíziónkat a nyíregyházi búzatéri piac egyik gombaszak ellenőre. Dudás Roland szerint a koranyári csapadékosabb idő jót tett a gombáknak, ám utána száraz, meleg idő volt, így van olyan nap, amikor senki nem árul gombát a térségben. Az ősz azonban hozhat még szerencsét a gombászoknak, ha az ősz melegebb és csapadékosabb lesz. Októberben beindulhat a gomba szezon. Ez a nyíregyházi búzatéri piac. Sok a vásárló és az eladó, még több a színes zöldség és gyümölcsáru a kinti vásártéren. Ám bent a csarnokban alig vannak árusok, és gombát sem igazán látni most. Ez a gomba számára kedvezőtlen időjárás miatt van így, mondta a piac gombaszak ellenőre. Az idei gomba szezon az nagyon változó volt, márciustól indult, és az időjárás eleinte kedvezett is neki, de aztán egy kicsit szárazabb lett az idő, és abszolút a gombákat nem találtuk meg itt a piacon, és az erdőben sem. A szakember azt tanácsolja, ha valaki mégis talál gombát, felhasználás, fogyasztás vagy éppen értékesítés előtt mindenképpen vigye be az ellenőrzőponthoz, hiszen a vizsgálat ingyenes és szedési, tárolási tanácsokat is adnak. Mindig azt mondjuk mindenkinek, hogy általában egy szellős kosárba hozzák a gombákat, és külön válogassák, amit nem ismernek, vagy esetleg nem tudják beazonosítani, azt szedjék külön. Akad olyan is, aki mérgező gombát hoz be, ez például a kerti üzlábgomba, amelyet nem adtak vissza már szedőjének, de más mérgező gombát is lehet találni. Így néz ki a gyilkos galóca, ez a gombafajta nagyon gyakori térségünkben, fogyasztása semmiképpen senkinek sem ajánlott, hiszen akár halált is okozhat. Mint manapság szinte mindenből, gombából is választanak leget. Idén az év gombája a lila tönkű pereszke, amely jellegzetes megjelenésű, mint neve is mutatja, lila színű tönkje van. Térségünkben kevés ilyet lehet találni, de a szerencsések finom gombasavanyúságot vagy rántott gombát készíthetnek belőle.
2017-ben Nyíregyházán rendezik meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjét. Ezt Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület elnöke jelentette be a szervezet közgyűlésén a megyeházán. Szokásos éves közgyűlését tartott a szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Az elmúlt tanévben 12 arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A most kezdődő sorozatban a hasonlóan eredményes szereplés a cél, de ennél is fontosabb, hogy minél több fiatal kezdjen el rendszeresen sportolni. Az Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan több sportágban is rendez országos elődöntőket és döntőket. Lesz feladatunk bőven, és nagyon komoly vállalásaink is vannak. Annyit mindenképpen megemlítenénk, hogy elvállaltuk az összevont labdajátékok országos döntőjét, amely februárban kerül majd megrendezésre itt Nyíregyházán, ami azt jelenti, hogy közel 700 gyerek, illetve a hozzájuk tartozó majdnem 100 testnevelő lesz itt a megyénkben az országból, úgyhogy az országos döntő ez egy nagy falat, de mindenképpen szeretnénk ezt úgy megvalósítani, hogy nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe legyenek ránk büszkénk, hanem az országba is. A diákolimpiai versenyrendszer ebben a tanévben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A jubileumi év szervezésébe bekapcsolódott az Emberi Erőforrások Minisztériuma is. Az idei évben már nem csak a Magyar Diáksport Szövetség hirdeti meg a versenyrendszert, hanem az EMMI-vel közösen, a Balogh Zoltán miniszter úrral közösen rendezzük meg, hirdetjük meg a diákolimpiát. Ettől azt várjuk, hogy mind a finanszírozási problémák megoldódnak, mind pedig a tanároknak a versenyekre való eljutását megkönnyíti ez, illetve bízunk abban, hogy még több gyerek a tavalyi 280-290 ezer fős tanulószámot is meg tudjuk ugrani, vagy többen fognak jelentkezni a versenyekre. Az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjét február 3-a és 6-a között rendezik meg Nyíregyházán. Három sportágban, kézilabdában, kosárlabdában és röplabdában az ország legjobb 8 lány, illetve fiú csapata lép majd pályára a megyeszékhely csarnokaiban. A hétvégén rajtol a bajnokság a férfi kézilabda NB1B-ben. A megyebeli csapatok közül a legutóbb bronzérmes nyíregyházi KC, a törökszentmiklósi Székács csapatát, az újonc tiszavasvári pedig a Sziget-Szentmiklóst fogadja. A Nyírbátor a törökszentmiklósi KE együtteséhez látogat. A legutóbbi bajnokságban harmadik helyen végző nyíregyházi csapat némileg átalakult a holt szezonban. A kapus Nagy Levente a Ferencvároshoz, Gubó Alex Dabasra, Munkácsi Máté Vecsésre igazolt, és távozott a szerb Milojedolic is. Helyükre érkezett Gadnai Attila a kapuba, valamint az irányító Erdős Zoltán, a szélső Vasas György és a 21-szeres válogatott beálló Sándor Ákos. A 7 hetes felkészülés alatt 11 edzőmeccset játszott az NKC. Voltunk Szlovákiában, egy szlovák első osztályú csapat által szervezett tornán, Balmazújvárosban részt vettünk egy már hagyományos nemzetközi tornán, játszottunk hazai élvonalból a Mezőkövesdel, érkezett hozzánk a Békés, tehát mindenképpen olyan színes volt, erősebb csapatokkal, direkt erősebb csapatokkal is terveztük a felkészülést. Én azt gondolom, hogy volt néhány sérülés, ami a felkészülés időszak alatt sajnos ez természetes, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó sikerült, és a csapat bizalommal várja a folytatást. A nyíregyháziak célja az, hogy a legjobb 6 közé kerüljenek a 14 csapatot számláló keleti csoportban. A nyitófordulóban vasárnap a törökszentmiklósi Székás csapatát fogadja az NKC. Van restanciánk a Székáccsal szemben. Nagyon nem tudtunk róla sajnos felvételt szerezni a nyári felkészülés során, úgyhogy egy picit így megnehezíti a felkészülésünket. A tavalyiakra nagyon nehéz építeni, hiszen az információink szerint átalakult és átszerveződött a Székás csapata is, rengetegen távoztak új emberek, úgyhogy ez egy ilyen tapogatózós és meglepetés, mi mérkőzésre számítunk vasárnap. Ezzel együtt én azt gondolom, a mi játékos állományunk, a mi felkészülésünk és a hozzáállásunk, ha más nem, mindenképpen győzelmet várok hétvégén. A másik két megyebeli együttes, a Nyírbátor, valamint az újonc tiszavasvári célja a bennmaradás kiharcolása. Előbbi a törökszentmiklósi KS csapatához látogat szombaton, utóbbi pedig a szigetszentmiklósi KSK-t fogadja ugyancsak szombaton a tiszavasvári sportcsarnokban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
többen kötnek biztosításokat. A szerződések legnagyobb részét viszont még mindig a kötelező biztosítások teszik ki. Gépjárműre, ingatlanra, ingóságokra kötnek leginkább. Itthon a lakóingatlanok 73%-a biztosított. Az életbiztosítások díját sokalják, és a lakosság csupán 18%-a gondol nyugdíjas éveire. Csökkent a strandok látogatottsága idén-nyáron, a fürdők szerint ez a kedvezőtlen időjárásnak és a csapadékos hétvégéknek köszönhető. Országszerte és a megyében is több helyen volt alacsonyabb a vendégforgalom. Egyre kevesebben főzetnek pálinkát a korábbi évekhez képest. Egy friss felmérés szerint ennek csak az egyik oka, hogy a jégkár és a fagykár miatt kevesebb gyümölcs termett. Leginkább arról van szó, hogy az illegális pálinkafőzés elterjedése miatt kevesebben választják a hivatalos utat. A Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 8-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért, addig is böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a Kárpát-medence időjárásában nem lesz változás, folytatódik a szeptemberi nyár. Éjjel derült idő várható, majd éjszaka némi fátyol felhőzet megjelenhet az égen, csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás, emiatt hajnalban a völgyekben, foltokban köd is képződhet. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk, csak vékony fátyol felhőzet jelenhet meg az égen, de ebből csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A nyáriasan meleg idő még több mint egy hétig tart, sok lesz a napsütés, nappali gomoly felhők, illetve kevés fátyol felhő jelenik meg általában az égen. A hétvégén és a jövő hét elején azonban helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, ekkor elvétve előfordulhat záporeső, zivatar, de az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet napközben mindvégig 30 fok körül alakul. Sokfelé úgy tartották, hogy ezen a napon indulnak útnak a fecskék, az enapi bugyborékos vagy ritka szemű esőből pedig csapadékos őszre számítottak.